haragudj. Szólított a természet. Ne tűnj el még egyszer. Húgyózz be! Tedd el. Hát az meg. Jól látom. Férfi létedre gyűrűt viselsz. Családi örökség. Na. Mi van ráírva? Ez valami arab szöveg. Mit jelent? A gyanú az egyetlen igazság, bátyám. Nem hülyeség. A gyanú az egyetlen igazság. Hallod ezt, Effo? A gyanú az egyetlen igazság. Jó, mi? Egyet is tudok vele érteni, Ali. Öreg! Gyere csak, várunk! Jól van, fiúk, mindent úgy, ahogyan megbeszéltük. Nem hiszem, hogy lenne még kérdés. Helyes, akkor tegyétek a dolgotokat. De maradj a háttérben, fiam. De most inkább ne vegyél részt. Én pedig azt szeretném, ha te maradnál a háttérben. Ali, akkor a legveszélyesebb, ha sarokba szorítják. Itt ma a fegyverek fognak beszélni, öcsém, ami nem a te világod, és egyébként is megbeszéltük már ezt. Nem foglak a közelébe engedni, öreg. Hidd el, megszoktam az ilyen helyzeteket. Nem lesz semmi baj, ne aggódj. Bátyám, nem csak miattad aggódom. Ali a végsőkig fog küzdeni. Ha itt valaki megsérül, az csak én lehetek. Ahogy az is csak én lehetek, aki őt leteríti. Ennyi. Jól van, emberek! Mindjárt jönnek a szakik, és elmondják, kinek mi lesz a feladata. Ti, 2, 3, 4, 5, menjetek a hátsó raktárhoz. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Ide a szemköztihez. 12-es. Neked ide bent lesz dolgod. Ezeket a csöveket kell majd felújítanunk. Egyelőre hord ki oda a szenet. Engem nézz! Tedd, amit mond! Talicskából fogok innen megszökni, az jó lesz. Elsa! Mi történt? Bahar eltűnt. Vagy nem tudom, de itt a lakásban nincs. Mondott neked valamit? Fontos dolgom van, majd jövök. Az istenit! Tessék! Mi lesz, ha mégis elmondja valakinek? A legjobb, ha felhívom őt. Apa, állj le! Világosan elmagyaráztuk neki a helyzetet, és fel is fogta. Senkinek sem fogja elárulni. Honnan a fenéből tudott ezt? Onnan, hogy ő nem olyan, mint te. Bahar még tudja, mi az a család. Nem tenne olyat, amiből bajunk lehet. Higgadj le! Hidd már el nekem! Jól van, jól van. Mindent elhiszek. Csak annyit mondok, ne vegyél mérget a húgod hallgatására.
és nem mondd, hogy nem szóltam előre. Meliha néni, kérdezhetnék valamit? A családban csak ön tudja az igazságot. Hogy tudja ezt magában tartani? Hogy lehet az ilyesmit kibírni? Nem könnyű, ugye? Az én helyzetem nem olyan, mint az öné, hiszen csak a fiára kell gondolnia. Nekem viszont mellette még a nővéremre és az apámra is. Mit csináljak? Kinek az oldalára álljak? A jók oldalára, kislányom. A jó oldal pedig Ömer, ugye? Legyél mellette, hogy kitartson. Hogy ne tudják megint eltávolítani. Akkor felejts el a bosszút. Élje a mostani életét. Tessék neki elmondani. Mondtam én már mindent. Könyörögtem, kiabáltam, többször is elzavartam. Hiába. És ha a többiek is megtudnák, hogy valójában Ömer... Nem! Azonnal megölik, abban a pillanatban. Miért tetszik azt hinni, hogy ilyen rossz emberek? A nővérem például szerintem nem bűnös, legalábbis nem maga miatt tette. És ha ezzel tudná, talán megenyhülne. Lehet, hogy még meg is bocsátana neki. Eszedbe ne jusson erről beszélni, hallod? Senkinek nem mondhatod ezt el. Senkinek. Én is tudom, hogy nehéz. Hogy tisztáznád a nővéredet. De Ömer nem véletlenül mondta el neked. Nem véletlenül bízott benned. Rajtam kívül te vagy az egyetlen, aki tud róla. Mert te tiszta lélek vagy. Egy ártatlan lélek. Nem vagyok ártatlan. Az vagy. Az vagy. Ömer tudja. És ha ő tudja, az úgy is van. Csak hogy nem tudja. Mit? Mit nem tud? Te jobb vagy, mint a nővéred. Ne haragudj. És ha rengeteg fájdalmat okozott nekünk. És soha nem szerette Ömert. Egyszerűen csak elérte nála, hogy Ömer tiszta szívből szeresse. Ha most... kiderülne, hogy nem bűnös, az nem változtatna semmin. Ő nem Ömerhez való. El kéne végre felejtenie a fiamat. Te sokkal többet jelenthetnél a számára. Már a puszta kedvességeddel reményt adtál neki. Azt mondta... Látod, anya, még mindig vannak jó emberek a világon. Bahar nem olyan, mint a többiek. Bahar engem soha nem bántana. Ő nem tenne nekem rosszat. Téged jónak ismert meg, olyannak, mint ő. Ezt most el akarnád rontani. Azon kevesek között vagy, akikben hisz. Képes lennél megfosztani ettől. Mindenáron egyedül akarsz bemenni hozzájuk. Vidd az én pisztolyomat. Még jó apám hagyta rám. Őt is megvédte, engem is megvédett. Ma pedig téged. Legyen csak nálad. Így nyugodtabb vagyok. Ezzel. Ne csinálj tréfát ebből a dologból, hallod? Üres kézzel nem engedlek Alihoz. Egész arzenálja van. Bátyám,
Nekem olyan fegyverem van, ami mindennél erős. És mi az? Ha ez a jelenléte ezúttal nem elég, akkor önmerként állok majdai. Aki igencsak hiányolja már Galilátját. És lesz néhány keresetlen szó. Ki szeretne még gyorsan elköszönni az öregtől? Búcsúzz el szépen, vén ember! Mit is akartam? Ja, tudom már. Igen. Ezsel! 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 Hol van? Nem tudom, épp hogy kijutottunk. Az utolsó pillanatban rájött, hogy csapda volt. Hol van? Szerintem még bent. Gyerünk! Ezsel! A te embered volt? Igen, az enyém.